Magyarország a szankciókat mindig is ellenezte. A legelső pillanatban is azt mondtuk, ezt mondtam a miniszterelnök kollégáimnak is, hogy higgyék el nekem, hogy a szankciókkal nem fogunk segíteni Ukrajnán. Én értem, hogy mindenki segíteni akar Ukrajnának, de úgy kell segíteni, hogy az Ukrajnának jó legyen, nekünk meg lehetőleg ne legyen rossz. A szankciók nem segítenek Ukrajnának, viszont rossz az európai gazdaságnak, és ha így megy tovább, elnézést a kifejezésre, de akkor ki fogják nyúvasztani, kinyúvasztják az európai gazdaságot, ez kibírhatatlan, amit most látunk, ezért el kell jönni az igazság pillanatának. Brüsszelben a vezetőknek azt kell mondani, hogy rosszul kalkuláltunk, téves föltételezésekből indult ki a szankciós politika, azt meg kell változtatni. Le kell ülni az oroszokkal, tárgyalni kell, tűzszünetet kell kötni, utána pedig béketárgyalásokat kell folytatni, mert erre a gazdasági bajra csak a béke jelent megoldást.